A Székesfehérvár legnagyobb kulturális eseményét megelőző hétvégéken egész júliusban megjelentek az óriásbábok a történelmi belvárosban. Július 27-én szombaton Géza fejedelem, felesége Sarolt fejedelem asszony és a Szent Koronát hozó Asztrik püspök óriásbábját csodálhatták meg a történelmi látványosságok iránt rajongók. A bábokat régi zenészek és hagyományőrző csoportok kísérték, a védelemről például félelmet nem ismerő zsoldosok, a Borostyánkő Hagyományőrző Egyesület tagjai gondoskodtak. Géza fejedelem, illetve István király korszakát kívánjuk megjeleníteni, és ott is a királyi testőrséget, vagy fejedelmi testőrséget. A csapatunkban vannak vikingek, meg szláv zsoldosok, de azért honfoglaló magyar is akad, illetve most már egy kun vendégszereplőnk is van, akikkel tudjuk azért, hogy legalábbis Szent László legendája szerint a 11. században néhány csetepaténk akadt. A menet a Vörösmarty Színháztól indult, a Mátyás király emlékműnél és az Országalmánál pedig különböző bemutatókat láthattak az érdeklődők az egyesületek tagjaitól. A szokásos promóciós hétvégénkkel készülünk, így ezzel próbáljuk ide vonzani az embereket, és egy szuper szombat délutánt szervezni a főutcán lévő embereknek, vendégeknek, és ma láthatják Géza fejedelmet, Sarolt fejedelem asszonyt és Asztrik püspököt. Majd az Icsiligetben lesz egy koncert, amit pedig Palásti Máté fog előadni nekünk. Augusztus 3-án a Magyar Szent Család tagjait megjelenítő óriásbábokat kísérik végig a főutcán a régi zenészek és a hagyományőrző csapatok, a 2024-es Székesfehérvári Királyi Napok programkavalkádja pedig augusztus 11-én vasárnap kezdődik, és augusztus 20-áig tart.